Hello mindenkit, Roka 26, és mit láthatjátok ezt a másmit egy Heroes of the Storm videó! És itt van vele Bence. Cső. Mi ez a meleg beköszönés? Le élettel, élettel. Hello. A mai napon megmutatjuk nektek, hogy hogy szerezzetek Flame Saber Mountot a World of Warcraftban, full ingyen. Nem kell hozzá. De egy ideig, csak egy, most meg. Csak most igazából azt hiszem. Nem is tudom. Még két hétig, talán. Két hétig szerezhettek ilyen mountot. Igazából Heroes of the Stormban kell játszanatok 15 darab meccset egy pajtival, Warcraftos híróval. Ez egy nagyon egyszerű dolog, nem kell rendes meccset játszanatok. Igazából beléptek a Versus AI-ba, beállítjátok a botokat beginnerre, és bementek, hogy AI teammate-etek legyen, nyomtok egy Reddit. Így, mi Victory for the Forsaken. Persze, aki akarja végigjátszhatja a 15 meccset poénból, de nem muszáj. Megmutatjuk, hogy zavarjátok ezt le 5-6 perc alatt. Akár 10, attól fogja, ez 10 lesz. Mindegy. Bence, a Spider-öket most nem csináljuk meg, jó? Csak plash. Nagyon egyszerű módja lesz amúgy az egésznek, gyerekek. Akár, hogy most nincs headcam, nem látják a nézők a menő Star Wars-os pólómat. Melyiket? Amin a rohamosztagos van az elején, és egy csomó izé a hátulján. Na, az elején, megnyomjátok az Alt gombot, és rákattintatok a csapattársaitokra, aki AI vezérelt. Ők ezentúl veletek futnak, azt ütik, amit ti üttök, azt támadják, amit ti támadtok. Más dolgotok nincs, mint ide szépen bemenni középre. Én a rózsaszín kecském. Igen. És utána fogjátok, és így minden végigrásoltok a picsához, semmi más dolgotok nincs igazából, ennyi. Most ezt végignéztetitek, hogy hogy kell egy ilyen kezdőszintű teammate-et, bot teammate-et szétdarálni. Most azt is csináljátok, hogy super hardra állítjátok, és magatokra kattintjátok az AI-okat, és utána megálltok a kezdőn, és kicsit futkaráztok körbe-körbe, addig pedig a super hard AI bedarált titeket, és ugyanúgy megvolt a game, nem kell nyerni, csak le kell játszani. De így viccesen. Úgy jöttek igazából, hogy beaprítatok a halálba. Nem kell semmi más csinálnatok, minél nagyobb az XP különbség, annál jobb igazából. Ajánlom Sylvanas, mert igazából lemérgezitek a középső kaput, és utána a tornyok nem tudnak lőni. Aztán így egyszerűbb a pas, meg a rush. Ajánlom, hogy előtte a Bencét jól erőszakoljátok mindig. Láttam a reakciót, hogy te is megszólaljad, ha rámegyek. Én koncertálok. Koncertáció. Egy koncentráció kell. Mi kell ehhez a koncentráció? Szükséges. Hogy jutottam egy ilyen táborrendbe, jó? Ez és igazából tényleg semmi más nem csináltak, csak minden rásoltak végig. Ezek általában tényleg ilyen 5 perces kis meccs, csak a Bencével nem olyan rég kezdtük el, csak közben volt dolgunk, meg mit tudom én, de igazából így is haladunk. 7 megvan már. Ez lesz a 8. meccs, és meg lesz a Flame Saber Mountunk. Utána a videó után szerintem még be is vágom a Flame Saber Mountot magát, hogy nézzük. Bizony egy roppant gyönyörű módról beszélünk, és meg fogok halni ezt a vágot. És figyeljetek arra, hogy ne halljatok meg, mert nem tudom. Beakadtam a kapitányt. Mondom, Sylvanas az nagyon jó, tehát csak késeket kell dobálni a tornyokra. Aztán kész. Vulnerable lesznek, aztán csomó. Főleg, hogyha a healerünk közben ad nekem. Ja, és hogyha már ugye pajtással játszatok, mert muszáj pajtással látszani, akkor a pajtás legalább legyen egy variant. Vagy valami tankos. Úgyis Warcraftos hírók elég, hát Varian ETC, Stitches, mi tankos még? Mi volt Anubarak, Rexar. Hát hirtelen nem jutottam be egy nagyon tankosabb Warcraftos hírók. Lich King, te a Lich King. Lich King, de mondom, mindenképp ajánlom neki, hogy hűl van, ezt nekünk láthatják, hogy jövökkel nincs vele haladni.
más dolgotok nem is nagyon van vele csapatok, menni a tovább. Én már manám sincs, de igazából. Nem mana kell lesz, hanem megfelelő elszántság. Monsteret ez. Hát mindjárt végzünk is. Ja. Mayhem van. Meg Hero Wars of Storm lesz, mindjárt fogadjuk. Ja. Amúgy egyszer már összejött a Hero Wars of Storm kedvesben. Nekem a Ferivel játszottunk. Ja. De rendes meccset, és csodálva voltunk. És bejött a Hero Wars of Storm. Megmentett a Diablo, kilökött a szorony alól. Én meg fogok a rendszer. Kattingasd át magadra a Jóskát. Ha te is meghalsz, akkor nem, akkor mindig. Most kéne leadni a izéket. Én már 22-t leadtam, úgy. Akkor menjünk, aztán adjuk le. Ja, menjünk, aztán adjuk le, igazából. De adjuk, utána visszakattingatunk magunkra mindenkit. De ezek a jóskák nem. De jó. Meg is lesz. Jó. De engem ne pingelges. Ja, szerintem már nem tudom, hogy vágom én, mint bármi. És visszamegyünk az ébre. Nem, nem megyünk így. De oda kéne, hogy nagyon bepasoltuk. Menjünk ott, ahol nagyon bepasoltuk. Hát közel lesz a fó, baszal. Közel lesz a fó. Közben egy kicsit leugrálna a HP-n néha, végre segíti a lába, semmi probléma. Ja, amúgy igen, Bencevel újra elkezdtünk eredetű bobozni, hogy miért kezdtük ezt el, mert raktak bele tartalmat. Lehet benne dolgokat csinálni, level 110 után. Tessék, Hero of the Storm. Én erre achievementet adom. Nézd, meg vannak a pókjaim. Legjobb esetben nem is azt fogja először kidörálni a torony. Ne, engem akar kidörálni, nem uradj meg. Miért? Miért nem szeretek engem? Te jó Isten, én beszeled a kis sárkány. Nincs egy healerünk amúgy? És, de amúgy azt vágod, hogy nem jöttek velünk a jóskáink? Ja. Felmenjünk a pókhoz, menjünk fel a pókhoz. Zából. Egy tényleg az a leglényegesebb dolog amúgy, hogy be suhintsátok nagyon gyorsan a kormányokat. Hogy valami végre felhilleljen engem. Nincs killerű? Nem igazán. Teszed ára szuper szerintem, igen, valami a szinten. Dönt, szuper. Felhillel, igen, AI teammate, ezeket még nem is szívhatják be, mert... Ó, double kill, ez tök nehéz volt amúgy. Tutoriál a nagyon nehéz beginner botos double kill-ekről. És beszedjük. Valami már dobhatná egészen be 10 millió. Ah, killing jó volt. És hiszem több manám van, mint HP, ami azért... Ugye elég tudom ahhoz. Na én engem szedtek, neki köszönöm. Még megint felé életek? Hát ezt még jobban nem hiszem el. Baszki, jó, szedjük a tower. Mentet nem mellett tartott. Mit le? Mit? Nem minden meg. Tudom én, hogy tudom. Kattintgass magadra a jós kikkel. Nekem is. Az Ulgi Hearthstone az ott, azt vágod? Egy látszott a Hearthstone-nak a izé, a zöld animációja, tudom. És mehetünk vissza midre igazából. Sőt, nem, leadom a buckókat. Nem tudom, hogy leadt buckó. Van 29. Ó, nálam is van egy egészséges, tudja tököm mennyi. Egy egészséges 15. Látjátok, ez még mindig sokkal gyorsabb, mint egy normál meccset letolni. Bizony. Magamra kattingassam a buksókat. Megyünk tovább középen.
mondom, guys, mondom középen. My will is my own. Igazából most már annyira mindegy, hogy hol megyünk végig. Mi már nem szállnak. Na, tegyük be a tatóvát. Show them no mercy. Nem mutatunk egy elmet szilván, az drágám, nem. És Viktori gyerekek, látjátok, 8 percbe telt, és ez hosszú volt. Tehát, hogy ez 9. Még hosszúnak számít. 9 elnézést. És ugye Bence, ez még hosszúnak számít. Uh-huh. Tehát igazából ilyen 5 percet betelt. Az előző az 5 perc volt. Egészen véletlenül MVP lettem. Egészen véletlenül. Mindegy? Ó, a Bence is itt van. Games delivered. 62%. Na, és ha megnézitek, ezek után, a meccsek után is kaptok XP-t, goldot, minden szutykot. Főleg, hogy együtt játszatok így a kapott XP-nek a kétszeresét kapjátok. Kapunk 6 goldot. Nem? 10-et? 10-et. És ha megnézitek, ennyi. 8 a 15-ből. És már igazából haladunk is. Tehát, hogy ennyi. Igazából több, mint ez igazából a farmolásnak a lényege, amit mi csinálunk. Ti is csináljátok így, ügyesen legyen Flamesaber mountotok. A következő videóig is. Csaukalom. Sziasztok. Kedves hölgyeim és uraim, ahogy ígértem, itt is van a mount, amit szépen ki tudtatok farmolni Heroes of the Stormba. Bizony, ez az a gyönyörűség. Látjátok? Tam-tadadam. És a Bencének is megvan, nekem is megvan. Yep. Gyönyörű egy vaddisznó. Azt kell mondanom, ez gyönyörű egy vaddisznó. Látjátok? Mindenki ilyen szép mountja van. Nagyon könnyű kifarmolni. AI ellen lejátszátok a meccseket, aztán kész is. Igazából most kell benne nagyon szenvedni. Remélem segített ez a videó. Ez egy kis guide. Én Rökkó Szalat voltam, és a következő videóig is. Sziasztok! Csöc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 sö